Gyerekkorom óta rajongok a Beat zenéért. Katonás sorban állnak otthon a Beatles albumai, ezerszer búcsúzhat az Illés, a Metro és az Omega, én biztosan ott leszek. És abban is alig van túlzás, hogy kívülről fújom Konzsuzsa, Kovács Kati és Zalatnai Sarolta összes lágerét. Bálványok, akik ledönthetetlennek tűnnek. De mi van, ha megteszik saját maguk? Zalatnai Sarolta sokat tett azért, hogy ő legyen a legsikeresebb magyar énekesnő. És sokat tett azért is, hogy végül ő legyen az első híresség a rendszerváltás után, akinek börtönbe kellett mennie. Hol jár az eszem, csak a csengőt figyelem, nem jó egyedül. Zalatnai Sarolta harmadrendű vádlotta, halmazati büntetésül, 3 évi börtönbüntetésre és 5 évi közügyekről eltiltásra ítélt. A két felvétel között 35 év telt el. 3,5 évtized, amely bővelkedett hollywoodi filmeket idéző szakmai és magánéleti fordulatokban, amely nem csak az akkori Magyarország, hanem a szocialista blokk egyik legnépszerűbb énekesnőjének története, és amely az első olyan hazai hírességről szól, akit a rendszerváltás után bebörtönöztek. Úgy indult az egész, hogy berobbant abba a világba. Zalatnai Cini volt a Magyarország szerethető rossz kislánya. Ha ő újra kezdené, biztosak vele nem így csinálna. Először emberek előtt és zenekarral itt énekeltem, a Szkampolóval. 1964-ben Zalatnai Sarolta a budapesti Toldi gimnázium másodikos tanulója volt, a Szkampoló pedig az akkor már tinédzser körökben igencsak népszerű Komár László zenekara, amely az ehhez hasonló tornatermekben, pincékben és klubokban a rock'n'rollt népszerűsítette. Zalatnai pedig, akit már a diáktársai is gyerekkori becenevén Cininek szólítottak, kibuliszta, hogy elénekelhessen két dalt, amelyet addig csak otthon a Mambo Magnó mellett gyakorolt. És akkor a Komár Laci utána odajött, és azt mondta, hogy az ominózus nem is olyan rossz. Aztán kiderült, hogy félig meddig arra gondol, hogy mint csaj, nem úgy, mint énekesnő. Hát ebből lett aztán egy-két és fél éves mennyasszony vőlegénység is. És innentől kezdve gyakorlatilag én kezdtem lejárni a Vigyázó Ferenc utcába, ami a Szkampolónak a klubja volt. Zalatnaira ott figyelt fel a Bergendi együttes vezetője, Bergendi István, aki újabb fellépési lehetőségeket adott neki. Végül egy amatőr énekverseny győzteseként Cini az 1966-os Táncdal Fesztiválon is elindulhatott. Második díjas szám Autede, Halmágyi Sándor, Hol jár az eszem című szerzeménye. Hangszerelte Autede, énekli Zalatnai Sarolta. Zalatnai 5 évtizeddel ezelőtt, 1966 nyarán ugyanúgy vált egyik napról a másikra országosan ismerté, ahogyan manapság a tehetségkutató műsorok felfedezettjei. Szinte a semmiből lépett az akkor egyetlen magyar televízió több millió tévénézője elé. Az alig 19 éves lány épp érettségire készült, amikor az élete meghatározó fordulatot vett. Igazgatói és gimi engedéllyel énekeltem. De a próbáról rohantam ide érettségizni, mindenki röhögött rajtam a fesztivál próbán, mert ugye akkor még nem olyan ruhába lehettél, ami, hanem nekem rendes ilyen matróz gallérom volt, meg fehér ingecske, meg mit tudom én, micsoda. És rohantam a próbáról a színházból át ide, és nem tudom, hogy mitől voltam idegesebb, hogy az érettség jól sikerül, vagy hogy mi lesz velem a fesztiválon. De baromi aranyosak voltak. Tehát én jó tanuló voltam mindig, tehát én kitűnő tanuló voltam. Egy darab négyessel, ami fizika volt, és egy darab hármassal, ami matematika, ami meg is bosszulta magát az évek során, azt hiszem. De ne szaladjunk ennyire előre. Zalatnainak a sikeres érettségi után, magabiztos angol nyelvtudással, már máson sem járt az esze, mint hogy hogyan legyen sikeres énekesnő. Nagyon tudatosan készült arra, hogy ő be szeretne futni. Adottságai megvoltak hozzá, mind a hangja, mind a külseje, úgyhogy gyakorlatilag ez működött. Egy
Egy évvel később a Matróz Blues-t miniszoknyára, Zorán és Frenreis zenekarát, a Metrót pedig átmenetileg az Omegára cserélve állított be az 1967-es Táncdalfesztiválra, ahol nem csak a Nem várok holnapig című dallal, hanem szokatlan stílusával is tarolt. Az volt az igazi forradalmi hangzás, mert ugye akkor kikiáltották az Omegát meg engem az első igazi ilyen üvöltő derviseknek, úgy külsőségekben, mint hangzásban. Nem várok holnapig, holnapig, jó, aki bírom, félhatig. Aztán elindult az egész zenei karrierünk, mint egy igazi lavina. Something in the way he moves. Amíg meg sem állt Londonig. Zalatnai ugyanis a fődíj mellé angliai lemezszerződést is kapott, ezzel pedig két éven át egy olyan világ nyílt ki számára, ami a Vasfüggönyön innen sokaknak teljesen ismeretlen volt. Ciné remekül feltalálta magát az új közegben, sorra járta a zenés tévésókat, készített három angol nyelvű kislemezt, szabad idejében pedig lejárt az akkortájt zenészkörökben legfelkapottabb londoni klubba, a Speakeasy-be, ahol lépten nyomon olyan világsztárokba botlott, mint Tina Turner, Tom Jones vagy Joe Cocker. És akkor ott bemutattak, hogy és akkor a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a izé, meg ott és most, amikor rágondolok, akkor meg amikor emberek azt mondják, hogy te tudod, hogy miben voltál egyáltalán? Igen, tudtam, de én nem úgy értem meg, hogy most hanyatt esek, hanem fú, és tényleg, és mennyire jó, és akkor ott játszik élőbe, és izé, drágja a gitárját, és fú, és ott a Jagger, és ott a Cream együttes, és a Ginger Baker, a vörös hajával, a dobos, és a Winwood, hát a Stevie Winwooddal énekeltem duettet, mert ott ilyen örömzenélés volt állandóan ebbe a klubba. Red Saroltát, ahogy ott hívták, hamar elkezdték a szocialista blokk Janis Joplinjaként emlegetni. A menedzserek pedig komoly üzleti lehetőséget láttak a Vasfüggöny mögül érkezett énekesnőben. Csak az összes újság címlapján ott voltam, hogy Sarolta Behind the Iron Curtain, ugye a Vasfüggöny mögül, Red Sarolta, Vörös Sarolta. És én ezt úgy élveztem, mert nekem semmi közöm nem volt a politikához, nem is akartam, hogy legyen. De gyakorlatilag ez reklámfogásnak jó volt. Zalatnai menedzsere finoman szólva is igyekezett kimaxolni a bulvárfaktort, amikor az énekesnőt megpróbálta összeboronálni a Bee Gees egyik tagjával, Maurice Gibbel. A fiatalokban volt is hajlandóság a kapcsolatra, de a menedzserek részéről szorgalmazott házasság végül nem köttetett meg. Vittek, hoztak, mint a véres kardot, az Ilyen Kastély, az Olyan Rolls Royce, az Aston Martin, a Carnaby Street, ami akkor a hippik utcája volt, ott ilyen ruhát kaptam, olyan izét. Tehát ebben nem is volt hiba, csak mindig előjött az, hogy én pedig haza szeretnék menni. És akkor egy alkalommal jött egy lehetőség arra, hogy filmszerződés. My name's Bond. Zalatnai londoni karrierjének végül maga James Bond vetett véget. Cinének ugyanis felajánlották, hogy játsszon el egy angolul kelet-európai akcentussal beszélő énekesnőt a 007-es ügynökről szóló aktuális filmben, az Ő felsége titkos szolgálatában címűben. Erre azonban itthon már határozottan nemet mondtak, választás elé állítva a 22 éves lányt. Ha elvállalja, a hidegháborús viszonyok közepette politikai szempontból roppant kényes szerepet, nem térhet haza többé. Én akkor nem hazafiságból jöttem haza, hanem egyszerűen az anyám hiányzott, az itthoni sztárságom hiányzott, a zenekarok, akikkel én dolgoztam, a srácok, a hazai környezetem. És mindig az volt bennem, hogy majd úgy is visszamegyek, meg majd lesz ez így is. Jó reggelt, karnagy úr! Pici szerep, de azért nem szabad elkeseredni. Cini hazatérve a Fuss, hogy utolérjenek című film női főszerepével vigasztalódhatott. Ilyen menő primadonna, ha nem egy ilyen óriási fej áll mellette. Fej? Köszönöm a bókot. Keleti Márton egyszer azt mondta, hogy tudja, hogy ki lesz a partnere. Hát gondolkodtam, hogy találjuk. Zalatna is arról. Katikám. Most a nagy szám jön. Próbálj arra gondolni, hogy ezt neked írtam. Na, gyerekek, hagyjuk abba a magánéletet, arra fog gondolni. Volt ilyen, hogy az úgynevezett utcáról
jövő, nem színészként végző szereplők, de akkor még azért ritkábban. Ritkábban, de akkor is volt. De hát a Cininél más volt a helyzet, mert ő már mint előadó, mint arc, mint egyéniség. Ő már akkor tulajdonképpen be volt zárva a közönség szívébe. Tehát ő már nem olyan volt, hogy na majd meglátjuk, mi lesz, hanem ő már vonzó volt, ő már hozta a közönséget a filmhez. Félteni kell, néha biztosat is félteni kell. Zalatnai Sarolta hirtelen a korszak legnagyobb színész legendái között találta magát. Mások mellett Páger Antal, Pécsi Sándor, Bárdi György, Kern András és Bodrogi Gyula partnereként. Ráadásul ennek a filmnek köszönhette egyik legnagyobb slágerét. Most miért szólsz bele? Félteni kell, néha a biztosat is félteni kell. Hogy soha másé nem leszel. Ettől a filmtől kezdve valahányszor közös vidéki turné, vagy tévé, vagy bármi volt, olyan szinten viselkedtek velem, hogy hát én onnantól kezdve kihúztam magam, hogy hát én az ilyen sztárszínészek között is számítok valamit. Már elmegy? Meg se várja az uramat? Hiszen én csak a maga kedvéért jöttem. Ez időtájt Zalatnai nem csak a forgatási napokat töltötte színész legendák között, hanem a vasárnapi ebédnél is körülvették. Latinovics Zoltán, Rutkai Éva és Bújtor István ült a családi asztalnál, ahol Cini Frenreis Károly élettársaként 7 éven át kapott helyet. A Frenreis Károly az majdnem, hogy több volt, mint egy házasság, és életem egyik legszebb korszaka volt, nem csak zeneileg, hanem egy olyan biztos és erős családi háttérrel, ami valami csodálatos, tehát egy ilyen Gundel Latinovics, Rutkai Bújtor, Frenreis család, hát az maga a csoda. És én nagyon jól beleírtam, és nagyon jól tudtam alkalmazkodni. Tehát én azt mondanám, hogy ez a család így most, ha együtt lehetne, hát a világ boldoga lennék. Furcsa egy lány vette Katerina. Olyan vagyok, mint a többi. Á, nem hiszem. Zalatnai Sarolta ekkortájt csöppet sem volt olyan, mint a többi lány. Azt, hogy a 60-as, 70-es évek fordulóján egyszerre volt Magyarország egyik legelismertebb és legnépszerűbb énekesnője, jól példázza egy elhíresült anekdota, amit Frenreis Károly mesél. Latinovics Zoltán bátyám bement egyik este a Fészek klubba, és egy új portás volt, és nem ismerte a Zolit, és nem engedte be. Ez egy zárt körű klub volt, művészklub, és nem engedte be az Zolit, és ott állt a portán, aztán ne arra, hogy a maga kicsoda. És rájött az Zoli, és azt mondta, hogy nem ismer meg, hát én vagyok az Zalatnai sógora. De én énekesnő akarok lenni, érted? Nagy lemezt akarok, nem kis szerepeket. Szervusz! A 6 filmszerep mellett Zalatnai Sarolta a 70-es években is ontotta a slágereket. Sorra jelentek meg kis és nagy lemezei, amelyeket a legjobb hazai zenészekkel, mások mellett az LGT-vel, a Skorpióval és a Generál együttessel készített. 1971-ben újra megnyerte a Táncdal Fesztivált, és elválaszthatatlan része lett az Illés, Metro, Omega együttesek mellett kinőtt Kony Zsuzsa, Kovács Kati, Zalatnai Sarolta énekesnői triumvirátusnak, akiket a 60-as évek Kini tudjain és Táncdal Fesztiváljain fedezett fel magának az ország. A három énekeslány három különböző karakter volt. A Kovács Kati, a név kedvence, a név gyermeke kislány Egerből, aki fantasztikusan énekel, és hihetetlen szimpatikus. Kony Zsuzsa, aki egy intellektuális énekesnő, aki mindig az értelmiség egyik kedvence volt, és volt a Cini, aki a vad, taruló, erőszakos tinédzser lány. Hogy ha fiú lehetnék, a lányokon csak nevetnék. Szerintem ő volt az első igazi szexszimbóluma a magyar popkultúrának. Ő volt ez a cserfes kislány, aki a szempillaspirállal, a miniszoknyával, a térdig érő csizmáival és egy csomó olyan abban az időben botrányosnak tűnő
ruhaneművel, gyakorlatilag úgymond irányt mutatott. Picit olyan volt, mint Madonna, hogyha fufrut vágott magának a Cini, akkor a 4-es 6-oson megtapsolták, és mások is aztán ilyen hajat vágtak maguknak. Bár a Cini legfontosabb időszaka ez a mondjuk 60-tól 76-ig tartó periódus, és azóta azért olyan nagyon látványos szakmai karriert nem rakott ehhez, de ennek ellenére nem sok olyan női előadó van, aki ilyen óriási hatást gyakorolt volna a úgymond a populáris kultúrára, mint amennyire ő. Mintha szűk lett volna neki ez a csak énekelek, és mint hogy egy kicsit többet akart volna egy olyan világban, ahol nagyon nehéz volt többet akarni. Sándor Pál filmrendező bár sosem osztott szerepet Zalatnaira, évtizedek óta jó barátságban van vele. A Fészekklubban ismerték meg egymást, később Cini őt kérte meg, hogy első könyvéhez, az 1983-ban megjelent Nem vagyok én apáca címűhöz fülszöveget írjon. Nem írt, mert nem igazán hitte, hogy az akkori Magyarországon megjelenhet egy olyan könyv, amit az énekesnő tervezett. Akkor mondta, hogy nem vagyok én apáta, és akkor megírja a kinti dolgait, meg megírja az életét, és hogy majd ebből rengeteg pénz lesz, és persze, és lett. Na most ez, ahogy lett, azt hiszem, hogy ez se volt egy kis csapda. Ez se volt egy kis csapda. Hogy lehet másképp is jelentős, fontos dologhoz pénzhez jutni, nem csak úgy, hogy valaki kimegy, fölveszi, meghajol, közben énekel egyet, meg tapsolnak, hanem úgy is, hogy leírja elég leplezetlenül azt, hogy vele mi történt, és mi történik. Nekem tetszik. Kegyetlenül, őszinte, és nagyra becsülöm. Megint csak egy új próbálkozás volt valamivel, amit még senki nem csinált, mert nem volt divat az, hogy élő ember, élő emberekről ír, őszintén ír, nevekkel együtt. A Nem vagyok én apáca könyvként is hatalmas siker lett, majdnem 200 000 példányban kelt el. További 6 könyvéből a 2000-es évek elejéig összesen több mint 1 000 000 példány fogyott. Az egyedülálló siker annak is köszönhető, hogy gyakran a megjelenéskor még tabunak számító témákhoz nyúlt. Írt barátnőjéről, a magyar származású pornószínésznő Csicsolináról. A Vörös Ágyasok című könyvében pedig meglehetősen kendőzetlenül számolt be például, ahogy írta, a Kádár korszak első szexorgiájáról. Az Artnő Cini ezekkel a bulvárkönyvekkel, ami ugye a rendszerváltás hajnalán jelennek meg, szép egymás utánban, ezekkel gyakorlatilag ő kijelöli azt az utat, ami aztán a 2000-es évek elején trend is lesz a celebkönyvvel, mint olyannal. Mindig kell egy barát, aki minden. Zalatnai az újabb és újabb slágerek helyett és könyvei mellett egyre inkább a magánéletével került reflektorfénybe. Bár pályájának 25 és 30 éves jubileumát is nagy koncerttel ünnepelte, addigra az ország már nem csak dalainak szövegét, hanem férjeinek és élettársainak nevét is kívülről fújta. A 90-es évek közepén pedig a könyvírás sikerén felbuzdulva már ismét nem a sokadik lemezt akarta kiadni, hanem csinálni akart valamit a magánkereskedelmi televíziók indulásakor megint az elsők között. Szibériához ki, Vörös Felemás szemű Igor. Zalatnai újabb vállalkozásba fogott, ezúttal tévéműsorokat kezdett gyártani, amire sokaktól sok pénzt kért kölcsön, amit a műsorokat sugárzó televízió megszűnése után társaival nem tudott visszaadni. Így végül 120 milliós csalás miatt kellett bíróság elé állnia. Zalatnai Sarolt 4 különböző vádirattal, hitelezési csalással, tartozás fedezetének elvonásával, magánokirat hamisítással és összesen 43 rendbeli, különböző képen minősülő csalás büntetével vádolják. Tudomásul lett. Két dolgot biztos nem jól mért fel. Az egyik a saját képességeinek ide vonatkozó részét, a másik az,
hogy ennek a ebben a világban hogy kell működni. Ezeket őt biztos nem jól mérte fel. De mivel, hogy valamit elhatározott ez a nagyon öntörvényű ember, ő ezt elhatározta, és én szerintem bárki bármit mondott neki, ezt végigcsinálta. Zalatnai Sarolta 2004 őszén kezdte meg 3 éves börtönbüntetését, amiből jó magaviselete miatt 2 év elteltével 2006 végén szabadult. Az én számom most ER4817. Ez kicsit olyan érzés, amikor azt mondod, hogy akkor innentől kezdve ez a szám vagy. Ez megsemmisítő az ember lelke mélyén. Akkor, amikor a börtönbüntetését töltötte, akkor aztán tényleg zátonyra futott ez a karrier, de még akkor is volt annyi sütnivalója, és annyira volt vagány csaj, hogy ebből média eseményt csinált, ebből börtönvalóság show lett. Tehát azt gondolom, hogy ezen a szinten az Altnagy cím meg tudta szólítani ezt a kortárs médiaipart, hogy úgy mondjam, és olyan invenciókkal állt elő, mint a börtönvalóság show. Tehát gyakorlatilag teljesen olyan, mintha Amerikában lennénk. Szervusztok, régi barátok, bajtások, nyílt szívű srácok, kedves, hogy ennyire vártok még. Mikor először kimentem a színpadra, miután kijöttem, azt hiszem, hogy soha az életben nem voltam annyira lámpalázas és ideges és félő, mint akkor, hogy mi fog történni. Hol jártam, kérdétek csendben, mit mondjak, messzire mentem, miért tettem tiszta a válasz rét. Jó pár zenész kollégám, nem is kollega, hanem haver, mert mi nem kollégáknak hívtuk egymást, arrébb állt, és ez valószínű, hogy az ominózus televíziós bukásnak és a 2 évnek köszönhető. Azt tiszteletbe tartom, de fáj. És hogyha vége alra, kölcsembe nem megy a falra, Bálintben margas a bánat még. Nagyon sok hibát követtem el, mert bár büszkén azt mondom, hogy egy hely van az életemben, és az a színpad meg a zene, ahol nem tudnak belém kötni. De minden máshol igen. Neked minden a dolgom, csuda boldog idő volt. Aztán vége lett, na és mit tegyek, nevetek, ha kell. Ami most nagyon rosszul hangzik, ha azt mondom, hogy szánom, bánom, persze. Hát persze, hogy megbántam, persze, hogy nem így gondoltam. De megbűnhődtem, és zenélni szeretnék, és énekelni. Szervusztok, régi barátok, szükségem lenne ma rátok, mondjátok el, hogy az élet szép. Zalatnai Sarolta sokszor nem tudott élni a lehetőségeivel. Angliából honvágya miatt jött haza, talán a világhírnevet szalasztotta el. Magyarországon is érzelmei vezérelték, szerelmeit követte zenekarról zenekarra, így nem tudott kiszámítható karriert építeni. Képességei mégis sztárrá tették. A szocializmus szűk mozgástere megvédte a rossz üzleti döntésektől. A rendszerváltás után már nem volt ilyen szerencséje, amikor 23 évvel fiatalabb szerelme Márton Csaba biztatására televíziózásba kezdett. A börtönévek után újra és újra megpróbált talpra állni, de a nagy visszatérés eddig nem sikerült.